Mondhatod. Éliás Máté vagyok. Itt vagyok feleségemmel, lányommal. A Németországban élő fiam az természetesen nem tud most itt lenni. És ami az ige hirdetést illeti, abban elhangzott bizonyos kérdéseknek a kérdése. Elhangzott az, hogy Éliás József milyen kérdéseket tudott, és mennyi mindenre nézve tudott kérdéseket feltenni. Aztán utána szó volt arról, hogy ezek a kérdések párosulnak azzal, hogy sok mindent nem értünk. A nem értés és a meg nem értésnek ugyancsak a kérdésével. De Éliás József esetén az a egyik kulcs információ, hogy ő nála az egyértelműség okoz elképedést, az egyértelműség okozza azt, ami miatt hihetetlenné válnak bizonyos dolgok, és ezen a hihetetlenségen keresztül történik az, hogy nem győzzük megérteni az ő életét. Fiaként is ezt tudom mondani. Tegeződtünk már, mondtuk, igen. Kaptál itt újat? Volt, ami új volt, vagy amit nem tudtál megbeszélni az édesapáddal, vagy hogy alapvetően új információ? Az új információk elsősorban abban jelentkeztek, hogy ennyire tematizáltan, nem a kronológiai tematizálás, egyéb csoportosítások szerinti felosztást én még nem hallottam. Ez nagyon komoly dolog volt, és itt lép sorompóba egy újabb szempont, egy újabb dolog, amit az ember nem győz újból meg újból megtapasztalni, hogy amikor van egy történelmi helyzet, egy történelmi konfliktus, egy történelmi időszak, akkor az ellenérdekűek utána szépen sorban, elnézést a kifejezésért, kihalnak. Kihalnak a fasiszták, nyilasok, és hát, mint az én édesapám is, eltávoznak az élők sorából az ellenállók, akik próbáltak valami jót tenni és a rosszat megakadályozni. És ezután lépnek sorompóba a történészek. Az én szemléletemben az előadó történész. Nem ezt tanulta, informatikát tanult. Tehát nem azt tanulta, esetleg bizonyos ismereteket talán pótolhat, de nem is arra van szükség. Éliás József se azt tanulta, amivé az élete vált, nem is lehet tanulni ilyen dolgokat. Azok a dolgok, amiket az ember nem tud tanulni, azok is megfaraghatják Isten útjai szerint és Isten segítségével, az ő akaratának megfelelően, azok is megfaraghatják az ember életútját, és az én szemléletemben ez a Balázs, ez történész. Igen, nyugodtan a távirat, de abban azért hagyd vitatkozzam, hogy azt mondod, hogy az ellenérdekeltek is, őek is kihalnak. Nem halnak ki. Szerintem újra termelődnek, ha egyre gondolom. Hát, erre már nem tudok. Jó, de én szerintem ennyire gondolunk, mert nem nehéz kiköltöztetni, hogy kik az ellenérdekeltek, tehát úgy általában, akár ideológiai. Polarizáltan képzelem el, tehát az ellenérdekűek egyik oldalon a fasiszták, nem halnak ki. A másik oldalon nem halnak ki, újra termelődnek, hát igen, ez is egy probléma. És ez is annak a problémája, hogy bizonyos dolgokat az utókornak nem lehet abba hagyni. Annyira jól megfogalmazta az édesapát, hogy micsoda veszélye van annak, ha túlértékelik az embermentést, a saját szerepüket, hogy azok csinálják most, akik el akarják fedni a valóságot. Tehát mint ez lefelül a igen. Saját. Igen. Annyira jól teli találta. Hát igen. És ezt 90-ben mondta meg, annak már 24 éve. Igen. És most azt látjuk, hogy vannak ezek az úgynevezett anticionista
konferenciák, meg hasonlók. Való igaz, amit mondtál, hogy újra termelődnek.